Idén is sok nyugdíjas fogadta el a meghívást, hogy hétfő délután egy gondosan összeállított műsort tekintsen meg, az ünnepi hangolódás jegyében. Az összegyűlteket Farkas Ferenc polgármester köszöntötte. Örökért készül ez a műsor, és azért, hogy vendégül tudjuk látni önöket, akik már letettek valamit az asztalra Jászapártért. Jászapártért, a gyermekeikért és az unokáikért. Hogy fogadják nagy szeretettel a fellépőket. Megszületett a kis Jézuska. 12 ütött már a tóra, hallgassunk hát az angyali szóra. A jászapáti iskolások betlehemi színdarabbal, meghitt versekkel és karácsonyi témájú dalokkal készültek a közönségnek. A diákok sok időt töltöttek a felkészüléssel, a tradicionális pásztorjátékhoz tartozó jelmezek és díszletek elkészítésével. Az egyik szereplő a műsor előtt elmondta, bízik benne, hogy jól szórakoznak majd az idősek. Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog nekik, mert ők is tisztelik a régi hagyományokat, és biztos, hogy örülnek arra, hogy még valaki ezeket tiszteli. Amikor én még ötösszág voltam, szőrös-bőrös bocskoromat sokat jelent. A szépkorúak között több visszatérő vendéggel találkoztunk, akik mindig örömmel fogadják a meghívást. Én nem is emlékszem rá, sok évvel ezelőtt is mindig rendeztek, mindig eljöttünk, mert nagyon örülünk neki, hogy legalább talán így a... Nem tartom magam öregnek, de idősebb korosztályról is, meg az még nálam idősebb, vagy szépkorúakról is megemlékeznek, úgyhogy nagyon jó. Borics László a meghívottak egyike, a műsor után épp a karácsonyi menüről mesélt. Megkértük, ossza meg velünk is, hogy mi fog az ünnepi asztalra kerülni. Hát a halászlé az benne van, hát a bejglit azt már kezdjük sodorgatni. Hát még van benne ilyen töltött káposzta is, de az nem minden évben szokott, mert az egy kicsit kemény étel, de disznótoros az nem maradhat ki. Az önkormányzat nem csak ünnepi műsorral lepte meg az idősebb korosztályt. Minden évben készülnek egy meglepetéssel, melyet az örök ifjak akár családtagjaikkal is megoszthatnak. Idén egy illatos omlós, fonott kaláccsal kedveskedtek minden jelenlévőnek. A színvonalas műsor és a fonott kalács mellett a Szenteste legszebb díszéről, a fenyőfáról is gondoskodott az önkormányzat. A 60 év fölöttiek körében felmérték az igényeket, és jutányos áron házhoz szállítással átadták a karácsonyfának való fenyőket. Idén 250-en gondolták úgy, hogy élnek a lehetőséggel. És azt örömmel díszítjük meg, megvannak ma a színek is, kék és aranyszínű szaloncukor, meg hagyományos díszek, fenyőtoboz. A karácsonyi időszak sok mindenre jó. Persze a legfontosabb, hogy együtt legyünk a családunkkal, látogassuk meg a szüleinket vagy nagyszüleinket, akik az év nagy részében arra várnak, hogy betoppanjon a gyermekük, unokájuk látogatóba. Ilyen esetekben mindig fejezzük ki tiszteletünket és köszönetünket azért, hogy ők megalapozták boldog jelenünket és jövőnket. Hear them ring, ting-a-ling, soon it will be Christmas Day.